Jó estét mindenkinek tőlem is, Varga Bálint vagyok, a ma esti konferencia előadója. Remélem, hogy jól hallatszik a hangom. Kérek szépen egy visszajelzést, megnyomtam a felvevő gombot, úgyhogy fel lesz véve, remélem felrakják a YouTube-ra, megkérem őket, mert mostanában nem teszik fel a YouTube-ra, csak ha külön kérjük. Kipróbálom, lássatok. Bár az a kép Skopjeban, Macedóniában sokkal jobb, de van nekem itt egy jó póló, amit nyomtattunk, mikor mentünk Marina Gorkába, Belorussziába. Úgyhogy lehet, hogy valaki mondja, soha nem mutassa meg az arcát, nem kapcsolja be a kamerát. Valahogy megszoktam úgy tartani, hogy a hangomot halljátok, mert visszajöttem. Az volt az utolsó szó, amit mondtam, hogy mert. Mert néha szakadozik az internet, bár most akartak dicsekedni, hogy most már jó, erős interneten van, de sajnos ez így van. Úgyhogy így biztosabb, ha hangomat halljátok, elmondom az összes új információt, és a mai este egy rövidebb konferencia lesz. Nem fogom elmondani a Skyway projektet, hogyan működik, miről szól, mert azt gondolom, hogy már ezt mindenki tudja, és nagyon bosszantó, mikor minden konferencián csak az újoknak szól a konferencia, egy-két mondat új információt hallunk, és azért ott kell ülni, hallgatni egy óra hosszáig, és lehet, hogy már 56-szor azt ott már valaki elmondta. Szerintem ez így van. Ami más, sokan nem értékelik az első régi befektetőket, aki 7., 8., 9., 10. fázisba bejött, mert ha azok nem lettek volna, ha ti akkor nem léptettek volna be, akkor nem lett volna se a 11., 12., 13., 14. fázise nem létezne. Úgyhogy én mindig megköszönöm és meghálálom minden befektetőnek, annak is, aki egy 250 dolláros csomagot választott ki, mert lehet, hogy azt a 25 dollárt is nehezen fizette havi részletre, mert az is be volt valahol már osztva. Úgyhogy, ahogy a Junicki is, ezt én hallottam személyesen, először vagy másodszor, mikor voltunk Minszbe, ugyanezt mondta, és nagyon megtetszett, mert egyet értek vele, hogy minden legkisebb befektetőnek. Nekem van olyan befektető is, aki csak egy 15 dolláros csomagot vett meg, akkor az 900 részvény volt, és azóta nem vett semmit, de minden második, harmadik konferenciát meghallgassa. Úgyhogy őtet is érdekli a kis pénze, és hogy mi lesz belőle. Épp holnap jön hozzám, vagy találkozok vele. Hogyha érdekes dolgok vannak, én 2016. áprilisban léptem be a Skyway-ba egy kis csomaggal, az is ilyen, nem tudom, most 250 vagy 300 dolláros csomag volt, de később láttam, hogy ez egy nagyon komoly üzlet, és már két hónap után akkor beléptettem két embert, és utána akkor szeptemberben elmentem Berlinbe, utána Riga, Lettországba, meg Minskbe, Dubajba, körülnéztem mindenhol,
berlini kiállításokon voltam. Megnéztem, hogy ez igazán igazi üzlete. Vannak-e tulajdonosok, vannak-e igazi emberek bent, nem csak valami dubai vagy londoni iroda. Tegnap is hívtak, hogy fektessek be sok pénzt, mert Londonból hívnak, ugye? És akkor nekem ezt el kell fogadnom, hogy ez így működik. Befektettem a pénzemet, és akkor kész, többet nem láttam. Úgyhogy rájöttünk, később már nagy üzletet is építettünk, most nem tudom, ott van valahol 10 000 főnél a csoportunk. Magyarországon is dolgoztunk, sok országba, rengeteget utaztam, 3 év alatt kb. 150 000 kilométert autóztam, két autóval, hárommal is, és megérte, mert sok olyan üzlettársat találtunk, akik komolyak és építik tovább az üzletet, mert ez nem csak egy befektetési lehetőség, hanem egy üzlet is. De bárki tudja kiválasztani, hogy ami jobban megfelel neki. Valakinek nem volt pénze, de szeretett volna keresni, hogy megvegye a csomagokat és kifizesse a részleteket. De volt olyan is, aki megvette egy-két csomagot, kicsit nagyot, kifizette, ő nem szólt senkinek. Azért mondom, mindenkinek köszönetet kell adni, és értékelni azokat is, akik valamikor, 3 évvel ezelőtt megvettek egy csomagot, valaki kapott arra jutalékot is, lehet, hogy valaki csak fél dollárt kapott, de nem mindig csak a pénzt kell nézni, egy emberi kapcsolat sokkal többet ér, mint az a 5-10 dollár, vagy akármennyi, amit kapunk jutalékot, mert későbbiekben is vannak más üzletek is, meg lehetőségek, ahol mindig egy emberi kapcsolat sokat ér, aranyat ér. Na, ne filozofáljak tovább. Én készítettem ma este olyan infót, ami titeket is legjobban érdekel. Konkrét kérdések, válaszok. Mi van Dubajban, mikor lesz a tőzsde, technológia használata, mikor lesz pénz, mikor lesz osztalék, ezek a kérdések, amit bennünket érdekelnek. Én most benne vagyok a Top Expert Managementba, ott a nem tudom, 89-en vagyunk, plusz a vietnámiak, és jövő héten akkor havonta egyszer van egy ilyen konferencia, amit a Solar František tart. Akkor majd, ha lesz valami újdonság, akkor értesítünk benneteket. Ezek az információk a múlt héten, hétfőn tartottam horvátul, még lett egy-kettő. Újabb, amit ma este elmondok. A Minskbe a új Unibusz engedélyeket, certifikátokat készítik. Műbizonylati tanúsítási előkészítése folyik. Ez a 24 személyes Unibusz, amit most nagyon kérik arab országokba, és ez a kettő legfontosabb jármű, amit most készítenek, a teher, a 40 tonnás, meg ez a Unibusz. Ezek szerint néhány hónap múlva meg lesz ez a műbizonylat, ami nagyon fontos, mert az nélkül nem lehet feltenni a pályára, és nem is próbálni szabad, de utasokat nem lehet szállítani. Unibusz, a 24 személyes, ez egy városi Unibusz lesz, ami Dubajba először fog közlekedni, és az év végére el akarják teljesen készíteni, úgyhogy jövőre már indulhat a sorozatgyártás. Csak válaszolok a Danielnak, a Skyway tokenekről a Alexei Suhodejev csak egy mondatot mondott most az utolsó konferencián, hogy ne idegeskedjünk, ne izguljunk, minden rendben van, de még sok dolog van, sok munka folyamat van a tokenekkel.
lehet vásárolni természetesen. Én például most nem ajánlom senkinek, várjatok, még befejezik, a tokenekkel fogják finanszírozni a célprojekteket. Ami fontos, hogy most szeptember 22-én, szóval 11 nap múlva, Sharjahba, Dubaj mellett lesz egy nagy bemutatkozás, és ottan elhívják a sejkeket, nagy befektetőket. Később, ha jól értettem, ez lesz majd egy olyan online prezentáció is, ahol 5000 befektetőt hívnak, hogy fektessenek be az új technológiába. Nem erre a tokenekre, meg a részvényekre hívják a befektetőket, hanem a célprojekt realizációra, hogy a új célprojekteket finanszírozzák ki. És ez egy nagy ugrás lesz. Én nagyon örülök, hogy a Junicki ezt szervezi, olyan helyen, ahol ilyen 40-50 fok hőmérséklet nyáron, mint például Dubai, és ottan bemutassák ezeket a járműveket, az a 2,5 kilométer hosszú szakaszon. Itt van ez a kép, amit most láttok. Itt lehet látni ez az állomás, ami ottan felépült. Úgyhogy ez most már teljesen kész, és akkor ez lesz bemutatva majd. Sorba mondom mindet, mert így, ha most kérdezitek, akkor megzavarom magamat. Még egy információ a befektetőknek, még 4 napig tart a Step Up promóció, ami 1,50-től 1,90 diszkont van. Amit most tudunk, hogy 5. nap múlva 1,80, és utána 1,70, 1,60, és így csökkenni fog majd ez a promóciós csomag. Ha meglátjuk, mi a 14. fázisban vagyunk, itt 1,5 milliárd részvényt kell nekik eladni. A Solar František azt mondta, hogy 14. fázis végén vagyunk, és nem sokára indul a 15. Most az ára, ha nem számítjuk ezt a promóciókat, 0,04 dollár. A 5. fázistól, 5. szakasztól a 14. felment 1667%-kal a részvény. Hogyha azok, akik régebben vettek csomagokat, már ennyit nyertek. Na most a következő kérdés, hogy mikor tudjuk ezt pénzre válni. Ez néhány dologtól függ, hogy jövőre kapunk-e osztalékot. Most a 22-én, mikor kinyissák ezt a kiállítást és bemutassák a technológiát, igazi helyen, reális projekten, szóval nem így, mint konferencián vagy képekkel, hanem reálisan tud mindenki ott lenni, kipróbálni és meglátni. Ők nagyon reménykednek, hogy ez egy nagy motivációt és hitet ad azoknak, akik rendelik ezeket a célprojekteket. És ahogy a Junicki említette, a év végig, mert ugye most kellett volna, hogy elinduljon októberben a Expo 2020, ami át lett 21-re rakva, de nem kell megvárni a jövő expót, ők már Sharjahba alá tudják írni azt a 10 és a 50 milliárd dolláros projekteket, meg plusz, ami lesznek most 22-e után. Ha ez a 50-60 milliárd projekt alá lesz írva, akkor a Vladimir Maslow azt mondja, hogy jövőre akkor természetesen, hogy a cég fizet osztalékot. Szóval osztalékot mindig a nyereségből lehet fizetni.
Azt kell tudni, hogy a Skyway-nak a profitja 30%, amit kiépít. Szóval, ha 10 milliárd dollár a célprojekt, akkor 3 milliárd dollár a nyereség a Skyway-nak a építésbe. Utána, mikor kiépítenek több tízet vagy több száz projektet, akkor természetesen az osztalék abból a nyereségből jár, amit a utasok befizetik a jegyet, és utaznak vele. És ez ami hosszú távú, és ami bennünket, meg a gyerekeinket is érint, mert hosszú távú sokkal nagyobb lesz a osztalék. Az idén februárban be lett adva a dokumentumok a tőzsdére, és onnantól 1,5-2 év az átlag, hogy teljesen készek legyenek a kimenetre a tőzsdére, a külső piacra. Attól még lesz függő, az nem biztos, hogy most pontosan sajnálom, megint kidobott, visszamegyek. Attól, hogy ha az idén februárban beadták a dokumentumot, az nem azt jelenti, hogy pontosan másfél év után kimennek a tőzsdére. Az a fontos, hogy el lesznek készülve, és minden papírólag meg lesz, de milyen szituáció lesz a tőzsdén? Hány projekt, ami hozza a nyereséget, kell-e még keresni valamilyen finanszírozást, valamilyen saját projektekre? Azt tudjátok, hogy 15-20%-kal megy a Skyway minden ilyen projektben minimum, de az a célja, hogy a Junicki mondta, 10 éven belül legalább 100 saját, 100%-os tulajdonba legyen neki célprojekt. Akkor milyen innovációkat, milyen fejlesztéseket még kell ezekre esetleg, hogy kell-e pénz? Bár a pénz az, mikor kimennek a tőzsdére, az természetesen el lesz adva egy csomó részvény, és akkor ebből is lehet tovább. Azt kell tudni, hogy mikor a cég kimegy a tőzsdére, akkor 6 hónap után a kisbefektetők is tudják majd eladni a részvényüket. Az nem jelenti, hogy kint van a tőzsdén, vagy nincs, a osztalék az lehet osztani, mert sokan azt gondolják, hogy csak ha tőzsdén lesz kint, akkor lesz osztalék. A Vladimir Maszlow szokta ezt mondani, sokkal értékesebb lesz a cég, hogyha már egy vagy 2 év kifizet osztalékot. Ki az, aki nem akar a tőzsdén venni olyan részvényt, aki már fizeti a osztalékot? Hát a 60 milliárdért azt most nem számoltam, de mennyit is számoltunk múltkor, ha 130 milliárd, akkor ez mondjuk rá fele, akkor 100 ezer részvényre meg kell keresnem eztet, 100 ezer részvénye ez, akkor olyan 500, 4-500 dollár a 100 ezer részvényre az osztalék. Az Emirátus az a legjobb piac most pillanatnyilag, mert ők a harmadik legnagyobb logisztika van a régióba, és a első, nem a régióban, hanem a világon, a régióban az elsők, a 55 többi
ilyen kikötőkből. India, Kína és Emirátus, ez ilyen szabad zóna, ahol a legjobb piac van. Úgyhogy nagyon jó helyen indultak el. Ha nem jött volna be ez a koronás világ, akkor mi novemberben legalább százan, mert több mint százan jelentkeztek, akkor elutaztunk volna, és mindezt meglátogattuk volna. És látjátok, nem is késtünk volna el, mert most szeptemberben megnyissák ezeket a Sárgyába, ezeket a új pályákat, úgyhogy mindent le tudtuk volna tesztelni. De nem baj, mert akkor jövőre akkor azt gondolom, hogy már a Dubai központ is, amit nem szabad reklámozni, nem engednek senkit fényképezni se, őrzik logikusan, mert akkor a 2021-es Expóra sokan nem jönnének el, ha már előre meglátják képen. És nem csak a Skyway-t, hanem a többi hat legfontosabb innovációs projektet emlékeztet, hogy ez a Mirapolisnak van valami hiba, mert itten tökéletes az internet, egy méterre állok a nagyon gyors internetről. Ha emlékeztek, mindig volt a hírekbe az, hogy a dubái seik megengedett 7 fontos projektet, és abban benne van a Skyway. És ezeket a projekteket nem szabad fényképezni és vetíteni. Látjátok, hogy csak itt a Sárgyában van. Hát ez a hivatalos Mirapolis, a Skyway kapitálnak a konferencia terme, amit nekünk adnak. Tudom, hogy a Zoom az sokkal egyszerűbb is, meg jobb is, de nekünk itten kell tartani, mert látom, hogy van egy rendőr is, úgymondva rendőr, a horvát tolmács, aki figyeli mindig, és megmondja, hogy jó konferenciát tartok, vagy nem beszélek valami hülyeséget, úgyhogy ilyen is van, nagyon figyelnek, hogy korrekt információkat adjunk. A Marina Gorkába ez a tesztelő üzem, az hat szakasz van, amit már elkészítettek. Ami nagyon fontos, több mint 400 milliárd dollárnyi célprojektek vannak, akit érdekli a Skyway. Ennyit jegyeztek be, és egy arab blogger, akinek több millió követője van, az most szeptember végén majd megígérte, hogy a minden új információt mi lett kiépítve, mit építkeznek Emirátusba, és ezt mindet majd felteszi. Természetesen a hivatalos információkat. Mert ahogy értettem, ő egy ilyen nagy reklámozó ezekre a projektekre is, meg minden, ami hát hívja a turistákat Dubajba, meg Abu Dhabiba. Egyszerű. Én most, ha gondolkodnak, és valaki bemutatna a Skyway-t, én megkérdezni, milyen fázisban van, hogy ez csak egy ötlet, mit értek el idáig,
mennyi szakasz van még, akkor odaértünk-e olyan fázisba, ahol már tesztelik ezeket a járműveket, mennek ezek a certifikátok, mikor megy ki nem a cég a tőzsdére, bár az is érdekelne, hanem mikor lehet eladni ezeket a termékeket és ezeket a projekteket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most is nagyon érdemes, nálunk, főleg Szlovéniában minden nap jelentkeznek az emberek, neki gond van a befizetéssel, de állandóan vannak olyanok, akik veszik és fogynak a részvények, úgyhogy jó megy az üzlet. Most ez a két legfontosabb dolog, amire fókuszálnak, ez a 24 vagy 25 üléses Unibus és a Unicont. Ez a nekik a legfontosabb, amit csinálnak. Későbbiekben a cég olyan járműveket fognak majd fejleszteni, amit a piac kér. Így lett ez a Unibus is. Ez egy igazi cég, amit finanszírozunk, és én azt gondolom, hogy egy legjobb megoldás a forgalmi infrastruktúrára, ami most létezik. Azért, mert innovatív, teljesen új, és nagyon jó árba el lehet adni. Ez nem 100 millió eurók egy kilométer, hanem 2-3-tól 9-ig, 9 az a legdrágább minden felszereléssel, és gondolom, hogy ez egy nagyon jó hosszú távú üzlet. Mindenki, mikor kivárjuk azt az osztalékot, meg a tőzsde kimenetet, akkor szerencsés lesz, és örülni fog bármilyen csomagot vagy csomagokat vásárolt. Szerintem mindenki meg lesz elégedve, és örülni fog, hogy benne van ebbe az üzletbe. Nem mutattam itt még meg, bár ezeket a képeket mindig lehet látni, és most építik ezt a 40 tonnás Unicontnak ott a Sárdzsába, ami egész a kikötőig, a másik fázisba megy, utána meg ezeket mind összekötik Dubajba. A Dubai központtól Sárdzsáig busszal mi olyan 40 percet mentünk, taxival lehet, hogy egy 10 perccel előbb oda lehetne érni. Úgyhogy egy elég nagy terület, és ezt mind természetesen össze akarják majd kötni később a többi városokba. Nagyon jó a hangulat, kicsit csökkentették, ott Dubajban nem, de Minskbe a supportot is, meg a munkásokat, olyanokat, most mikor bejött ez a koronavírus, olyanokat, akik nem fontosak a céghez, azoknak adtak felmondást, úgyhogy kicsit spóroltak, de működik minden, és a fejlesztés is minden megy előre, az, ami legfontosabb, arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. A 14. fázis, ahogy mondta Szolár, vége fele van. Na, még azt is nem mondtam, ami nagyon fontos, amit a Junicki már, ha jól emlékszek, nem egyszer említette, hogy ha elindul igazából a célprojekt aláírása és finanszírozása, akkor meg is állítsák a kisfinanszírozóktól. Szóval, ha most októberben mondjuk rá aláírják ezt a 50-60 milliárdot, akkor lehet, hogy a 15. fázis nem lesz olyan, hogy árulják a részvénycsomagokat, hanem csak egy 15. fázis, amit meg kell csinálni nekik, ami benne van a projektben, tudjátok, hogy fent van a weboldalon. Minden fázisba mennyi pénzt kell összeszedni, és mit terveznek megcsinálni. Van olyan, amit már a 12. fázisba is megcsináltak, és a 14. vagy 15. be terveztek. Úgyhogy sok mindent. A
éves pénzügyi, hogy mondják ezt, financiai elszámolás, azt minden évben felteszik a weboldalra, és lehet látni pontosan ellenőrzött, hogy hova ment a pénz. Ez is egy korrekt audit, köszi Viktor. Ez is egy korrekt dokumentum, ami bizonyítsa, hogy hova ment a pénz. Aki még nem utazott ezekkel a junibuszokkal, az minél előbb, remélem jövőre lesz Minszk, és el tudunk menni oda, vagy Dubajba. Egyszer ki kell próbálni minél előbb. A másik, hogy a Magyar Egyetem, a Győri Egyetem az készíti ezeket a műbizonylatokat együtt a Skyway-jal, és remélem, hogy most újból tudják vinni tovább, hogy már készen legyenek ezek az engedélyek, és akkor európai projektokat is tudjuk majd vinni előre. Itt van fél óra, köszönöm szépen. Én igyekszek, hogy legalább egy konferenciát tartsak magyar nyelven is, valamikor októberben, vagy ha lesz valami fontos információ, akkor majd jelzem és tartok még egy. A Sárgyába, hát most is lehet menni, ha valaki így el akar menni. Én találtam most nemrég Budapestről valami 40 ezer forintért jegyet, úgyhogy nagyon olcsón lehet, de mi, ha szervezzük, majd akkor értesítünk benneteket, mert akkor lesz egy hajóutazás is. Most 1100 euróba került volna ez a teljes utazás, 2 éjjel Dubajba, és 7 éjjel a hajón, teljes ellátással, egy, kettő, három ország, Katar, Emirátus, és melyik is volt a Oman ország. A Minskbe, ha megszervezik és lesz konferencia, akkor azt hirdetni fogják már március-áprilisban, és az általában július-augusztus. Egyszer volt júliusban, kétszer augusztusban, és akkor mentünk. Nagyon szép Minszk, úgyhogy érdemes elmenni. Nagyon olcsó, úgyhogy jó, az ember jól érzi magát ottan. Köszönöm szépen a figyelmet és az időt, remélem, hogy adtam új információt. Most ennyit tudok, ahogy lesz több, akkor majd készítünk még egy konferenciát. További szép estét mindenkinek, sziasztok!